Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol megmutatom nektek azt a két őszi meleg italt, amit a legtöbbet szoktam fogyasztani. A kettővel ezelőtti videómban, a kamra rendszerezésnél, azt hiszem akkor volt, megkértetek, hogy mutassam meg, hogy a két szirupot hogy szoktam használni, és mi az a két említett go-to Starbucks rendelés, amiről beszéltem. Úgyhogy a mai videóban ezt fogom nektek megmutatni. Lesz egy pumpkin spice latténk, és egy matcha latténk. Ki vagyok nagyjából már készülve hozzá, és arra gondoltam, hogy a matchával fogunk kezdeni, mert nagyon sokan szoktátok kérdezni, hogy mi az a zöld löty, amit nap mint nap szoktam inni. A fő összetevője az a matcha por. A matcha az egyébként egy tea, amit meg is mutatok nektek, hogy le van őrölve porrá. Így kell fogyasztani, magában minden ízesítés, illetve bármiféle tej nélkül nem feltétlenül ajánlanám, ugyanis ha valaminek alga íze van magába, akkor az ez. Viszont egy kicsit beízesítve és felöntve tejjel a legfinomabb löty, amit valaha inni fogtok. Jelenleg egyébként egy DMS bio matcha tea-t használok. Ez volt legközelebb, ezt ismerem, ez volt nálunk szerintem még vásárhelyen is otthon, viszont a Safisat egyébként ki szeretném próbálni, ha jól láttam, akkor ára-érték arányban egyébként sokkal jobb, mint ez. Tekintve, hogy még csak ezt kóstoltam, nem tudom, hogy ez-e a kedvencem. Első lépés. Én jelenleg egy teáskanál matchát szoktam használni az egész lattéhoz. Aki nagyon hardcore, az ilyen 2-3 kanállal is szokott beletenni. Én még bőven az egy kanalas csoportba tartozom. Ami nagyon fontos, hogyha megnézitek, akkor ebben vannak ilyen kis göböcskék, úgyhogy mindenképpen át kell szűrni egy lehetőleg kis szemű szitán. Csak nagyjából ki kell menjenek belőle ezek a kis galacsinok. Ha ezt a lépést kihagyjátok, akkor megmaradnak azok a kis göbök, azok nem fognak eltűnni, és ez nem kellemes érzés. Ezután jöhet a forró víz. Ebből igazából annyit öntötök, amennyire szeretnétek, hogy vizes legyen maga a latte. És ami miatt egy ilyen kis laposabb tálkát használok, az nem más, mint hogy egy kicsit fel kellene habosítani ezt a matcha tea-t. Eredetileg ehhez egyébként egy ilyen kis bambusz habosító cuccot kellene használni, akkor lenne igazán autentikus, viszont nekünk maradt ez a jó kis fém habverő. Ennyire igazából bőven elég is. A lényeg az, hogy egy nagyon picit felhabosodjon, illetve jól elkeveredjen és feloldódjon a matcha a vízben. Ezután a következő lépés természetesen a tej. Én csak és kizárólag növényi tejet iszom, abból is leginkább mandulát. A mai választásunk az egy cukormentes mandula ital. Nyáron úgy szoktam inni, hogy így a dobozból kiöntve jó sok jéggel bele a matcha. Viszont most már, hogy kezd hűvösebb lenni, szeretem egy kicsit felmelegíteni, amire természetesen több opciótok is van. Ha akarjátok, akkor tűzhelyen forraljátok fel, ha szeretnétek, akkor mikrózzátok. Vagy, ahogy én általában szoktam, kávégéppel egy picit felhabosítom, és ugye az fel is melegíti, úgyhogy most is ezt fogjuk tenni. A két fő összetevőnk már megvan, egy valami van már csak hátra, az édesítés. És ha láttátok a Bencével közös videónkat, ott már hallhattátok, hogy mi a go-to matcha rendelésem, és ehhez lesz szükségünk vanília szirupra. Ez egyébként egy cukormentes vanília szirup. Kérdezzétek, hogy hol vettem. A Soroksári 10... valamennyi. Van egy ilyen koktélkellékes bolt. Az esik a legjobban útba, amerre mi járunk, úgyhogy oda bementem, és képzeljétek el, hogy tök sok van, úgyhogy vettem cukormentes vanília szirupot, aminek egyébként a hígítási aránya 1-8, azt hiszem, na most gőzöm nincs, hogy az mennyi, és nem is kifejezetten foglalkoztat, ugyanis én egy másfél evőkanalas talán kis mérővel fogom kimérni. Ezután jöhet a felhabosított tejünk.
És végül, de nem utolsó sorban, a matcha. És ezzel kész is van az első italunk, ami a vaníliás matcha latte. Ha valaki egyébként nem tudná, hogy miért nagyon jó a matcha, nem biztosít annyi koffeint, mint a kávé, viszont nem rögtön fejti ki a hatását, hanem hosszú órákon keresztül adagolja neked igazából a koffeint, ami azt jelenti, hogy nem lesz olyan hullámzó tőle az energiaszintetek, mint hogyha kávét isztok, úgyhogy próbáljátok ki. Szerintem nagyon fini. És a második ital pedig nem lesz más, mint a híres Pumpkin Spice Latte. Ez biztosan, hogy rengetegen ismeritek. Mindig nagyon nagy hype van körülötte, amikor jön az ősz, és végre lehet kapni a Starbucksban. Mi ezt most ki fogjuk kerülni. A szirup ugyanonnan van egyébként. Ez egy Pumpkin Spice szirup. Egy problémája van, hogy ez nem cukormentes, nem gyártanak belőle cukormenteset, de egyszerűen kihagyhatatlan volt. Ez nem máshogy fog készülni, mint ugyanazzal a mandulatejjel, mint amit az előbb már mutattam nektek, ugyanúgy fel fogom habosítani. Én valószínű, hogy le fogok főzni hozzá egy kapszulás kávét, ezt teljesen jól meg tudjátok oldani egyébként instant kávéval is, vagy amilyen kávéval igazából szeretnétek. Láttam egyébként matchával is megcsinálva, viszont arra még nem vettem rá magam, de lehet, hogy valamelyik nap ki fogom próbálni. Utána ugyanúgy a pohár aljára fogjuk önteni a szirupot, és összekeverjük a keveréket. Keverjük a keveréket. Ebbe is egyébként ugyanannyi szirupot szoktam rakni, mint a másikba. Vagy egyébként, hogyha nem videózunk, akkor lehet az is, hogy csak belelöttyintem annyit, amennyit sikerül. A kávés verziót egy kicsit könnyebb elkészíteni, mint a macsásat. Jöhet a tej. Nem lesz olyan sárga színe egyébként, mint a Starbucksosnak, de ízre szerintem teljesen rendben van. Barbi, a kávéd elkészült. Ilyen tejhabot! Ezt nézd meg! Megáll a szívószál is. És? Akarod látni, hogy milyen vagány szívószálat adtam neked? Igen. És ezzel elkészült mind a kettő go-to Starbucks rendelésem. Egy kicsit otthoni verzió. Lehet, hogy nem 100%-osan olyan, mint a Starbucksos, de elég finomak. Úgyhogy, ha szeretnétek kipróbálni, akkor teszek le nektek linket a két szirupot. Megpróbálom, nem ígérem, megpróbálom. Ha kipróbáljátok, akkor viszont jelöljetek meg, vagy írjátok le kommentbe, vagy valahol adjátok a tudtomra. Remélem, hogy ízleni fog nektek, remélem, hogy tetszett ez a videó. Hogyha igen, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok. Nyomjátok be a kis csengőjükont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. És természetesen kövessetek Instán is, az Instán mindig lent van a leírásban. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!